Átalakulhat a német politika, miután az EP megválasztotta az Európai Bizottság új elnökét. Annegret Kramp-Karrenbauer veszi át a védelmi tárcát, vagyis ő váltja Ursula von der Leyent. Elemzők szerint ezzel AKK még közelebb kerülhet ahhoz, hogy Angela Merkel utódja legyen. Állampénz. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a vendégünk. Jó reggelt, tanár úr! Kezdj csaklan! Ugye Jens Spahnt mondták, hogy ő lesz majd Ursula von der Leyen helyett a védelmi miniszter, és ugye az az érdekes, hogy ő AKK ellenfele volt, a CDU elnöki tisztségért folytatott harcban is, most ismét alul maradt. Meglepetés volt az, hogy AKK lett a védelmi miniszter? Az, hogy nem Spahn lett a védelmi miniszter, vagy semmi meglepő nincs, egyet tudni kell. Németországban védelmi miniszterek buknak. Eddig sikeres védelmi miniszter az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag nem volt. Ki lehetne emelni, hogy Helmut Schmidt igen, de hát az olyan régen volt, hogy az ma már történt. Spahn, hát ő nyíltan Merkelt le akarja darálni. Tehát számomra logikus volt, hogy Merkel beteszi az egészségügyi tárca élére, ahol csak megbukni lehet, és onnan megpróbálja áttenni a védelmi minisztérium élére, ahol nem lehet valaki sikeres a költségvetés miatt. A hadsereg repülőinek egy jelentős része nem tud felszállni, most éppen abból van botrány, hogy egy hajót korszerűsíteni kell, egy régi vitorlás hajót horribilis pénzért, de Merkel elkezdett csakkozni, és behozta AKK-t miniszternek, ami annyiból meglepő, hogy AKK tavaly decemberben a Spahnt első fordulóba kiütötték, 51,5-48,5 arányban megverte a Merzet, aki egy hihetetlen tehetséges politikus, és ő nyíltan Merkel székére törekszik. Na most ez az AKK decembertől januárig, mint üstökös ment föl, és januártól zuhan le. Tehát ez az AKK-nak a valószínűsége, hogy ő kancellár lesz cseké, a védelmi miniszteri posztot meg lehet ideologizálni, hogy szerezzen kormányzati tapasztalatokat. Igen, a sajtó ezt úgy kommentálta, hogy Merkel utódja már a kormányban. Igen, csak tessék mondani, hogy melyik ki lesz Merkel utóda és a kormányból ki. Tehát ezek nehéz kérdések, plusz a második megjegyzés, ha ön ezt mondja. Hát a felmérések szerint a zöldek már 1-2%-kal megelőzték a CDU-CSU-t, tehát ebben a pillanatban ők adnák a kancellárt, de hát a választás messze van, és a választás egy mindig más játék. Plusz, ami nekem nagyon fura volt, AKK-nak soha nem voltak szexbotrányai, nem voltak anyagi botrányai. Mit ad Isten? Tegnap a sajtó elővette, hogy amíg ő szár miniszterelnök volt, szárvidéki miniszterelnök, a kórházba, ami ott a legnagyobb kórház Saarbrückenbe, a fővárosba, rendkívül sok gyereket molesztáltak. Ez a szexuális zaklatás ma az egyik kedvenc téma nyugaton. És a következőt vetették föl. Tudott-e róla a miniszterelnök AKK? Ha igen, akkor bűnös. Ha nem, akkor is bűnös, mert miért nem tudott róla? Tehát elkezdődött AKK ledarálása, hogy ezt honnan indították, ezt Budapestről megmondani lehetetlen. Tény az, hogy von der Leyen fölment, tény az, hogy von der Leyennek rendkívül nehéz helyzete lesz Brüsszelbe, de az eddigi dolgait ügyesen megoldotta, és AKK pedig bekerült egy olyan darálóba, amiből rendkívül nehéz élve kijönni. És akkor beszélgessünk most Ursula von der Leyenről. Ugye egy német, volt német miniszter ült az Európai Bizottság elnöki székébe. Nyilván itt automatikusan azt gondolja mindenki, hogy ez milyen jó lesz Németországnak, és milyen jó lesz Merkelnek. Tudja von der Leyent irányítani Merkel? Több dolgot tetszett mondani, próbálok reagálni. Egy. Von der Leyen a második német ezen a poszton. Az első Adenauer, az első kancellár barátja volt a külügyi államminiszter von Hassel, akinek a neve örökre fog fennmarad, mert ő határozta meg, hogy amely ország kivéve a nagyhatalmakat, elismeri az NDK-t, azzal az NSK mindennemű kapcsolatot megszakít. Erre példa volt akkor Jugoszlávia. Második. Ő az első nő. Harmadik. A von der Leyen egy önálló személyiség, és ezt nagyon nehezen veszik tudomásul. Ő néhányszor neki ment Merkelnek, ez nem tett neki soha jót. A védelmi miniszterség sem tett neki jót, mert onnan lehetetlen jól kikerülni, de a von der Leyen egy emberre hallgat, aki édesapja barátja volt, Alsó-Szászország zseniális miniszterelnöke Albrecht. Ő ápolta, amikor a papája haldoklott, és azt kérte a parlament mostani elnökétől, a Schäuble-től, hogy ő mondjon búcsúbeszédet édesapja halálakor. Ő a Schäuble-re hallgat. A Schäuble-nek nagyon sokáig esélye volt, hogy kancellár lesz, de abban percben, hogy merényletet követtek el ellene, a valószínűsége minimálisra ment. Ő nem kis Merkel, ő nem Merkel függő, ő nem akarja utánozni Merkelt, ő egy hithű német katolikus, 7 gyermekkel, és erre rendkívül büszke. Tehát von der Leyen önálló lesz,
az egy rendkívül jó dolog, hogy a Juncker által odaküldött Európai Uniós főtitkár, akit furcsa módon választottak meg, most lemondott, tehát szabad kezet kap von der Leyen, hogy milyen csapatot alakít ki, de hát ott lesznek és nyomni fogják különböző politikai erők Brüsszelbe, ez már látszik. Ha megnézzük az ő megszavazását, ugye itt a német szociáldemokraták nagyon komolyan felemelték a szavukat, konkrétan kormányválság alakult ki Németországban. Mi az oka ennek a széthúzásnak? Korábban azért a német képviselők összezártak Brüsszelben, ha Németországot támadták, most széthúznak. A német szociáldemokratáknak 16 képviselője van Brüsszelben, ezek döntő mértékben von der Leyen ellen szavaztak, 2. Az egészet a szociáldemokrata párt volt eddig igazságügyminiszter, a Berli irányította, aki most elment az Európai Unióba és a parlament egyik alelnöke lett. 3. Ők azt mondták, hogy Merkel erről nem konzultált velük, és kilépnek a koalícióból. Ezt este mondták, másnap reggelre rájöttek, hogy ez akkora marhaság, hogy nem lehet végrehajtani, mert a szociáldemokrata párt 40-valány százalékról sikeresen leküzdötte magát 13%-ra. Ha most kilép a koalícióból, és választások lesznek, akkor nekik végük van. Sehol nem. Tehát máshogy fogalmazva, másnap reggel a kormánytagok már mondták, hogy maradunk. A vidéki politikusok egy része azt mondta, hogy ki kell lépni, és akinek semmilyen pozíciója nincs, az azt mondta, hogy ki kell lépni. Tehát minél távolabb vagyok, annál bátrabb vagyok. Érdekes módon színre lépett a párt korábbi elnöke Schulz, aki egy 8 általános végzett politikus, aki azt mondta, hogy nem védelmi miniszter volt von der Leyen Berlinben, hanem önmagát védő miniszter, és színre lépett Gabriel, aki egyel korábban a pártelnöke volt, hogy szeretne visszatérni, mint pártelnök, és szeretné a szociáldemokrata pártot megszervezni. Tehát a kilépés lekerült a napirendről, a pártok közötti kapcsolat nem jó, és itt fölmerül mindig, hogy kikivel hajlandó koalícióra lépni. A jelenlegi helyzetben a zöldek már fölötte vannak 1-2%-kal a CDU-CSU-nak. A probléma az, hogy a liberális párt, amelyik 6-7% közül mozog és jön lefelé, vezetője Linner bejelentette, hogy csak akkor hajlandó belépni a kormányba, ha Merkel elmegy. És akkor nézzük még egy német kormánytag nyilatkozatát. Heiko Maas német külügyminiszter azt mondta, hogy ugye a földközi tengeren érkezők önkéntes elosztását kell megszervezni, egyfajta koalíciót kötne azokkal az országokkal, akik erre hajlandóak. Miért nem engedi el Németország ezt a kvóta kérdést? Ugye 28 tagállamból 13 rögtön azt mondta, hogy köszönjük, nem. A Maas egy rendkívül egyszerű ember. Én nem akarom azt mondani ezt más szavakkal, mert az sértő lenne. Ő egy szárvidéki politikus, minden választáson eddig megbukott. Aki őt rendszeresen megverte, azt úgy hívják, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer. Mit lehet kezdeni egy bukott tartományi politikussal? Fölhozták Berlinben miniszternek. Egyik helyről került a másikra, most éppen külügyminiszter. Nincs a csúcson, nem akarok csúnyább jelzőt mondani rá, amiket mond, az nem tükrözi a kormány álláspontját, nem tükrözi a CDU és főleg nem a CSU álláspontját. Én biztos vagyok benne, hogy bármilyen kormány jön létre Berlinbe a következő választások után, más nem lesz benne. Ha megnézem tárgyalásait, ha megnézem, hogy az amerikaiak nem hajlandók leülni vele, hogy Pompeo Helsinkiből üzen, hogy nem erre felé Berlinnek egy, hanem megy másik irányba, akkor azt kell mondani, hogy más nem mint sikeres német külügyminiszter fog bevonulni a történelembe. Javaslatait lehet, hogy egyetemeken tanítani fogják, de számottevő jelentőségük nincs. Tanár úr, köszönjük. Én köszönöm.